A Duna balpartján található 8 teit település polgármestere találkozott Kalocsán, hogy egy informális ülés keretében számba vegyék az idei lehetőségeiket. Ugyanúgy, ahogy az önkormányzatoknál is az önkormányzati törvény vonatkozik a teit működésére, nem tudunk társulás ülést tartani, elnöki határozattal tud a teit társulás működni, de itt is nagyon fontos az, hogy a polgármester kollégákkal folyamatosan egyeztessünk, és közös konszenzusra jutva hozzunk döntéseket, és úgy akkor elnöki határozat formájában születnek meg ezek a döntések. Bátya polgármestere is bizakodva érkezett az egyeztetésre, reményei szerint minél hamarabb visszatér a közösség élet, és a rendezvények nem csak a társulás életébe, hanem a településekébe is visszatér. Én azt gondolom, hogy a munkában nem kell, hogy bennünket korlátozzon a COVID-helyzet, ugyanúgy kell bízva abban, hogy a nyára felszabadulunk, ha szabad így fogalmaznom, és megengedi majd a Covid helyzet azt, hogy rendezvényeket tartsunk. Tehát ezeknek a szervezése szerintem település szinten is kell, hogy folyjon. Úgyhogy én nem látok ebben semmiféle akadályt. Tehát a munka az mögötte van, hogy mire lesz lehetőség, az egy másik kérdés. Az idei költségvetésük az elmúlt évekhez hasonló összeg, amelynek csoportosításáról még jelenleg is folynak az egyeztetések. 2021 tavaszára nehéz még pontosan tervezniük, de bíznak benne, hogy nyáron és ősszel nagyobb mozgás terük lesz. Külföldi tanulmányutukról és a kötelezően vállalt feladataik ellátásáról is egyeztettek.